Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Fekete Rita vagyok, a műsorszerkesztője, pedig Jób Rodi, és nagy tisztelettel köszöntöm itt a stúdióban Virághalmi Saroltát, a Hír TV háború Ukrajnában című műsorának vezető szerkesztőjét. Szervusz! Napot kívánok, szervusz! A Franciaországban kialakult kaotikus állapotokkal szeretném kezdeni ezt a beszélgetést, ugyanis te kint is jártál, és riportokat is készítettél ott emberekkel, és nagyon érdekel a személyes tapasztalatot, hogy mit tapasztalsz, mi zajlik ott kint, és ami hozzánk eljut ide a híradásokon keresztül, az mennyire fedi azt a képet, amit ott látunk, és egyáltalán mindent mesélj el, amit ott éreztél, tehát a közhangulatot, az, hogy a franciák erről mit gondolnak. Igen, ez talán az, amiről kevesebbet tudunk foglalkozni. Ugye, hála jó Istennek híreket, képeket kapunk. Tehát látjuk, hogy igazából mi történik. Tehát az ott, ami ott a képen van, az gyönyörűen bemutatja, hogy mi a helyzet, hogyan gyújtogatnak, rombolnak, fosztogatnak is a, ezek a, mondjuk most nevezük őket úgy, hogy tüntetők. Amiről kevesebbet tudunk, az hogy hogyan lehet hozzá valójában a francia lakosság. És azért is tudunk kevesebbet, mert egészen más az, amit tükröz a francia média. Nagyon sokszor nem mutatja be a valóságot. Én kint voltam teljesen véletlenül akkor Franciaországban, és ahogy elindult az első éjszaka ez az őrület, elkezdtem hát ösztönösen beszélni emberekkel és csinálni egy csomó riportot, tehát mint olyan 35-40 riportot, és direkt vigyázva, hogy a lehető legkülönbözőbb rétegekből szólaljanak meg emberek, tehát nemre, korra, képzettségre való tekintet nélkül a különböző területeiről az ország lakosságának, és franciák legyenek. Ezt már ma Franciaországban ki kell mondani, hogy és franciák legyenek. Egyre kevesebbet lehet belőlük találni, mondhatjuk ezt. Ami elsőre így szemet szúrt, és ehhez ismerni kell egy kicsit a francia lelket, meg a franciákat, hogy egy ilyen, ezt el is mondtam, hogy egy ilyen döbbent szörnyűködéssel, egy ilyen megfagyott döbbenettel nézték az eseményeket. Tehát nem voltak rossz, nem voltak elsőre szörnyűködő reakciók, vagy dűs, vagy bármi, le voltak fagyva. És teljes értetetlenség, és egy ilyen lefagyottság volt az első időszakban, az első egy-két éjszak, aztán elkezdtek felháborodni, és azt mondta mindenki egyértelműen, nem értik az elnököt, Macron elnököt, hogy miért nem veti be a katonaságot már. Miért hagyja ezt a civakodást a rendőrség és a tüntetők között. Ami nagyon érdekes volt, hogy mindeközben, és ezért mondom, hogy ismerni kell a franciákat, mindeközben elmondták többször, hogy hát ilyenból 10 éve is voltak már ilyenek, majd ennek is vége lesz, csak ez most nagyon szörnyű. Tehát, hogy olyan érzése van az embernek, mint amikor a rákos beteg még mindig nem ismeri el magának, hogy a halál felé menetel, és ebben a nyugodt hétköznapi életvitellel beveszi a gyógyszereket, és majd lesz valami, szépen eljut majd addig, hogy meg fog halni. És a franciákon is, a francia társadalmon is ez a meg vannak döbbenve, le vannak fagyva, de nem értik azt, hogy velük, de igazából nem hiszik el azt, hogy mi történik velük. Mert az a francia önérzet, hogy mi vagyunk Európa középpontja, mi vagyunk a kulturális középpontja Európának, és az ezzel együtt érzett hamis biztonságérzet, hogy mi nem veszhetünk el, a mi népünk az nem mehet tönkre, a mi országunk nem iszlámosodhat el, ez folyamatosan megvan bennük. Tehát a legkevésbé iskolázott van, a legkét diplomás emberig, és ugyanez ez az alapvető érzés, hogy hát azért mi franciák vagyunk, és itt a sajt, meg a bor, meg a külön a kultúra, és igen, hát mi vezetjük Európát, holott közben nem polgárháborús, háborús viszonyok vannak a legnagyobb városaikban. Nagyon furcsa volt ezt látni. Most ugye a legfrissebb hírekben én azt olvastam, hogy már ez a franciáknak a felháborodása odáig hatott, hogy voltak ilyen, hát most idézőjelbe teszem, szabad csapatok, akik azért megfogtak egy-két ilyen randalírozó bevándorlót, és egy kicsit ellátták a bajukat, tehát megmutatták, hogy... Tanulhatnának tőlünk, de egyébként voltak olyan hírek is, nem tudom, hogy láttad-e, ahol beszámoltak arról, hogy a rendőrség nagyon hamar is hatékonyan intézkedett ezek ellen a szabad csapatok ellen, tehát hogy gyorsan le is állították őket, ne legyen, aki rendet csinál. És azt, hogy a rendőrség intézkedik a szabad csapatok ellen, ez egyfelől
nevetséges, mert közben nem tud intézkedni a bevándorlók, nagy részt bevándorlók okozta felfordulás ellen, ezeket meg gyorsan leállítja és intézkedik, de valahogy jogos, mert nem az ő dolguk. Tehát érdekes. Az önbíráskodás, az igen, sehol nem engedik. És nem, jogos. És viszont teljesen természetes reakció a társadalom részéről, hogy akkor azt mondja 10-15 ember, hogy akkor viszont ennek gátat kell vetni, mert látjuk, hogy a rendőrség tehetetlen, de ez a rendőrség már nem most kezdett el tehetetlennek lenni Franciaországban. Tehát maga a helyzet is, ugye visszatérve gyorsan az eseményekre, mindenki látta a videót, mindenki látta, hogy szörnyen elítélték azt a rendőrt, amelyik fegyverrel közelítette meg ezt az autót. Azt nem tudjuk itt Magyarországon elképzelni, hogy itt Magyarországon valaki száguldozik, nem áll meg, azért annyira nem gyakori. Ott viszont igen. Ezért nemrégiben módosították is a törvényt úgy, hogy a rendőr használhat fegyvert abban az esetben, hogyha a száguldozó, mert annyira gyakori ez a dolog, hogyha a száguldozó az veszélyezteti a lakosokat, vagy a gyalogosokat. Most meg gázolásos merényletek voltak. Így van, és ezért ők használhatnak fegyvert. Tehát most az történt, hogy használt fegyvert egy olyan esetben, amire neki, mármint a rendőrnek a törvény felhatalmazást ad. Egyébként megjegyzem, gyilkosságért indított, gyilkosság miatt indítottak ellene eljárást. Mármint tehát, a rendőr ellen. A rendőr ellen, teljes rendőrben állt, hiszen ő használta a fegyvert. De ugye, ha nem használja, nem lehetett tudni, hogy mi lesz a vége? Nem, hát, és hát utána ugye látható volt a vonal az, amin közlekedett ez az autó, hát bizony ilyen kis szűk utcákon tehát elég rendesen. Ő tényleg, tehát ez az autó igen veszélyeztette az ott levő embereket. Hogy miért közelített hozzá, mert ez volt a másik felháborodás, miért közelített hozzá a fegyverrel, képzeljük el, egy nagyon jó leírást olvastam erről a Naherről, rögtön ott kint, azután, hogy agyonlőtték. Nahel egy hétköznapi fiatalember, aki élte az ő életét, kisebb összeütközésekkel a törvény, összeütközések után a törvénnyel, és semmi különleges és szörnyű nem volt. Tehát egy teljesen átlagos fiatalember volt. Kisebb összeütközésekkel, törvénnyel való összeütközésekkel, 17 évesen megjegyezném, munka nélkül, jogosítvány nélkül, egy olyan BMW-ben, amit több 10 millió, én megnéztem itthon, több 10 millió, mert bocsánat, Mercedesben több 10 millió forintot ér. Ha meglát az ember egy olyan autót, amiben lássuk be egy bevándorlót, egy francia, igazoltatják, nincsen jogosítványa, méreg drága autóban ül, már nem állt meg a rendőröknek többször. Hát persze, hogy előveszem a fegyveremet, mert nyilvánvalóan fennáll a gyanú, hogy ez egy veszélyes fiatalember, akár droggal is kereskedhet, mert nem tudjuk, hogy miből van neki, tehát nyilván miből van neki ilyen autója. Ez ott egy bevett dolog, tehát ők szembe kerülnek ezzel a jelenséggel, és nem úgy élnek, ahogy mi. Itt azért nem közelít a fegyverrel a rendőr az egyben megálló autóhoz, ott viszont maga védelmében erre szükség van. De az, hogy a média ezt hogy tálalja, nyilvánvalóan egy globális, mondjuk ki, egy globális hatalom által vezérelt média, nyilván ezt nem így tálalja, csak most már azt látjuk a franciákon, amit most elmondtam, az nem az én véleményem, ezt ők mondják egyéntetően. Tehát, hogy már nem veszik be azt a maszlagot, amit a saját médiájuk előad. Tehát már azt mondják, hogy persze, hát ott van egy arab, 17 éves, ilyen autóval furikázik, elsodorja a rendőröket, mit tehát a rendőr utána kell lőnie. Mindenki ezt mondta. Mert itt ugye a hétköznapi tapasztalataik is vannak ezeknek az embereknek. Persze, elmondják, hogy a rendőröknek nulla respektjük van. Tehát félhetnek, mert azt mondják, hogy az is csoda, hogy ma már valaki rendőrnek megy Franciaországban, mert olyan szinten nem, egy rendőrnek nem állnak meg, egy rendőrt elütnek. Tehát egészen más a helyzet, mint egy olyan országban, ahol valljuk be, azért itt rend van, a közrend azért itt működik. Tehát ezért nem is értjük meg ezt az egész szituációt, vagyis hát meg kell értenünk azt a szituációt, amiben ezek az emberek nap mint nap kerülnek.
Ugye az eset után Macronnak az első megszólalásai között volt az, hogy pontosan nem tudom, hogyan fogalmazott, de elítélte ugye a rendőrnek a cselekedetét. Aztán láttam, hogy erre fel is háborodtak a rendőrszakszervezetek, mert nem ezt várták az elnöktől, és felmerült bennem a kérdés, amikor elkezdődött ez az egész tüntetés sorozat, az elején úgy tűnt, hogy tüntetés lesz belőle, utána fordult ez káoszba, hogy abban vettek részt franciák? Erről van valami információd? A képeket látjuk, igen, vannak francia támogatók, látszik, de azért az arányokat látjuk a képeken, ugye? Tehát a 30-ból egy látszik. Ez egy, nem kell kertelni, ez egyértelműen a bevándorlók által elindított támadás Franciaország ellen, és ezt nagyon szépen mutatja az, hogy a közigazgatási középszintet támadják. Polgármestert akartak megölni a családjával együtt, ugye felgyújtottak egy autót, és behajtották a házába, a gyerek megsérült, az anya megsérült. Felgyújtottak egy polgármesteri hivatalt, teljesen kiégették. Tehát a közigazgatást támadják, és a rendőröket támadják, és a rendet támadják, nem állnak meg, nem akar. Nem, tehát azt a Franciaország, ami Franciaországnak a rendje, ők azt támadják. És ezt már a franciák is érzik, csak én azt látom rajtuk, azt lehet érezni, hogy még mindig ebben ringatják magukat, hogy vive la France, és mi vagyunk legszebbek, a borunk a legjobb, és valahogy nem érzik ennek a veszélyét. Ki megy az utcára, és most érzi. Ő ezt tapasztalja, azt, amit mi képen látunk, ő azt érzi. Ő érzi a füstöt, ő érzi a könygázt, ő érzi azt, hogy mi folyik ott napok óta. Abban reménykedik, hogy ez is elmúlik, mint az elmúlt 10 évben az összes ilyen, mert azért voltak már ilyenek, de nem ennyire durvák, és még mindig mindig azt mondja, hogy miért nem intézkedik Macron. Tehát most Macronnak elég, szerintem elég rendesen esett az ázsiója a franciák körében, és ne felejtsük el, a franciák nagyjából, nem tudom az arányokat egyelőre, de a népességi arányokról, vagy a szaporodási arányokról ma beszélt éppen Bogár tanár úr a mi műsorunkban. 1,3 jó eséllyel egy francia házaspárnak a szaporodási mutatója, 3 fölött van egy bevándorló családi. Tehát, és azt meg tudjuk, van a kimutatások rá, hogy 20 éven belül a franciák a saját országukban számszakilag kisebbségbe kerülnek. Tehát most az a tapasztalat, hogyha megyünk az utcán a legkisebb vidéki, legszebb francia városokban, vagy településeken, ahol ugye több vidéken már azért még több francia él, már nem tudnak, már ilyen kommunizmus feelingünk van, mert nem mernek még egymással sem őszintén beszélni, és hangosan kimondani dolgokat, hogy itt azért rendet kéne tenni, összesúgnak. Mert félnek. Félnek a mögöttük álló arabtól, meg az előttük álló arabtól. Veled mennyire voltak őszinték, mennyire érezted azt, hogy amit mondanak, az egy ilyen takaró, vagy egy ilyen függöny inkább? Teljesen őszinték voltak. Hát mondjam, én nagyon régen járok ki, és nagyon sok ismerősöm van, de ami nagyon érdekes, hogy a franciák, ahogy én beszélek arról, hogy nálunk mi van, mik a szabályok, egyre inkább azt mondják, hogy ó, az egy jó ország. Jó, hát mindig mondják, hogy az Orbán az nem jó, de hú, nálatok ez tényleg így van, ú, de jó lenne, nálunk is így lenne. És látom a döbbenetet, hogy ott van számukra egy kelet-európai valami, és ott jól működnek a dolgok. Ilyen nincs. És amikor azt mondom, hogy nálunk ilyen nincs, akkor szóval nektek van igazatok, és dől belőlük a panasz. Úgyhogy őszinték. Egyébként avval a felsőbbséggel őszinték, hogy ők a nyugati franciák, és én csak egy kelet-európai vagyok, az is benne van. Ezt így érzed? Persze. Nyilván megkönnyíti az embernek azt, hogy a helyzetét, azt, hogy nagyon sok barátom van, viszonylag jól beszélem a nyelvet, és ezt szereti, de azért még mindig egy kelet-európai kis különleges állatfajta vagyok, amit így meg kell nézni, de mint ilyen, egy kis felsőbbrendűséggel elmondják, és ez nagyon fontos, hogy nagyon őszintén beszélnek. Ugye Macron itt a nyugdíjreformos ügyei után, hát azt remélhet, hogy egy picit fellélegezhet. Ugye elindította ezt a 100 napos programot is Franciaországban, hogy kicsit az ázsióját növelje, és erre itt van ez a megmozdulás. Hát
hova tegyük ezt? Én olyan szempontból is nézem ezt, hogy Macron például szeretett volna egy erős Európát, sokat beszélt erről az elmúlt időszakban, sokaknak a tyúk szemére lépett ezekkel a mondataival, és hát íme most hát kívülről úgy tűnik, hogy ha ezt nem fogja tudni megoldani, akkor itt vége a politikai karrierjének. Nagyon jól látod. Nagyon jól látod. Mondhatjuk azt, hogy ez büntetésként kapta ezt a tüntetés sorozatot, vagy ezt a támadást Franciaország ellen. Pontosan látjuk, mit akart. Nagyon sok mindenkinek az elmúlt időszakban nagyon sokszor a tyúk szemére lép. Kereskedelmi szerződések, emlékszünk, amikor kiment Scholz kancellárral együtt az Egyesült Államokba, hogy tiltakozzon a szabad kereskedelmi szerződések ellen, amelyek hátrányosak voltak Európának, főleg Németországnak és Franciaországnak. Egy rossz pont. Elment Kínában tárgyalni. Két rossz pont. Bejelentkezett a BRICS-re. Három rossz pont. De az egyik legnagyobb rossz pontja, hogy vétózta, legalábbis akadályozza azt, hogy az Ukrajnába küldött fegyverek pótlását az európai országok ne európai saját fegyvergyáraiktól, gyártóiktól szerezzék be, hanem az Egyesült Államok adhasson el nekik fegyvert ahhoz a háborúhoz, ami egyébként pont Európát gyengíti. Tehát, hogy ennek is ellenállt. Tehát most, hogy Németország ilyen szinten elvesztette a saját hangját, és nem áll ki saját maga is Európa érdekeiért. Macron ezt már a háború előtt átvette egy kicsit ezt a szerepet. Hát várható volt, mi már néztük. Scholz nem kapott ilyen lázadást, pedig ott is elég sok migráns van. Tehát ott nincsen semmi ilyen. Macron megkapta a büntetést, és ez a büntetés. Ezt nézzük meg, ez egy generált történet, én ezt nyugodtan vállalom, meg bizonyos megrendezett szereplőkkel, és most ebben foglalkozik. Foglalkozon ő csak a saját kis belpolitikai dolgaival, és ne kezdje el Európát képviselni. Tehát ebből a szempontból nekünk szerintem Európában ez most ezért is rossz. És a háború tekintetében is ezért is rossz, mert egy olyan európai vezető volt, akinek voltak néha jó kiszólásai, akár a háború megoldásával kapcsolatban is. Hát és ugye az itt a kérdés, hogy egy ilyen eset, mint Nahelnek a meglövése, lelövése, az indíthat-e el egy ilyet? Tehát, hogy az emberben felmerül a kérdés, hogy hát egy ilyen országban, ahol azért tudjuk, hogy nagyszámú bevándorló él, gyakran gyűlik meg a bajuk, úgymond a rendvédő szervekkel, tehát a rendvédelmi szervekkel. Nyilván azt nem mondhatjuk, hogy minden másnap lelőnek egy migráns, mert ez biztos, hogy nem igaz, de biztos, hogy voltak már hasonló esetek, ami lehet, hogy el se érte az inger küszöbét még a médiának róla. Is, csak nem tudunk, persze nem tudunk róla. És most ez az esetnek ez a következmény, ez azért elgondolkodtató. Itt akkor indítanak a különböző titkosszolgálatok, a különböző érdekek, vagy erőcsoportok, központok, akkor indítanak el egy ilyen folyamatot, amikor akarnak, amikor érdekük van ilyet tenni. Csak úgy, és ebben a médiának óriási szerepe van. Tehát akartam beszélni a médiáról, ugye pár nappal később egy 24 éves tűzoltó, francia tűzoltó meghalt. Nem tudom, arról tudunk-e. Marseille eset? Meghalt tűzoltás közben. Körülbelül 1000 autót, ugye az összegzés szerint gyújtottak föl csak autót a tüntetők, és egy mély garázsban próbáltak eloltani egy ilyen tüzet. Ez ilyen a sztori nincs meg. Ugye? Érdekes. Ugye? Jó. Nincs. 24 éves fiatal tűzoltó volt. Francia tűzoltó. Megjelent egy-két kiírásban, olyan mélyen hallgat róla a francia média, hogy szégyen. És ebből látszik a mi szerepünk, a média szerepe. De hát ez a média, ez a pénzügyi háttérhatalom, a globalista erők által működtetett média, mit várnánk tőle? Mit várunk tőle? Úgyhogy ebből is lehetne botrány. Lehetne az, hogy a francia nép felkel, és azt mondja, hogy meghalt egy francia tűzoltó, és elindul, és atakokat hajt végre a különböző migráns kerületek, mert ugye vannak ilyenek kerületek ellen, de nem történik ez. Nincsenek belehajszolva ebben, nincsenek megszervezve. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy miért. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy ne legyenek illúzióink, hogy az ilyen felkelések, az ilyen szintű mozgalmak, azok nem irányított mozgalmak, és nem irányított események, és egyébként éppen azt számolgattuk, hogy mikor lesz.
Tehát, hogy mikor fogja megkapni Macron a büntetését azért, amit csinált. A másik kérdés, hogy Macron miért nem, sokan kérdeztek, miért nem intézkedik keményebben? Miért hagyja ezt? Sőt, most az utóbbi pár napban olajat is öntött a tűzre, ugye említetted, hogy gyűjtés indult a tűzoltó, vagy a tűzoltó, de hogy is a migráns családjának is. Ja, igen. És gyűjtés indult a rendőr családjának is, vagyis hát a rendőrnek is. A társadalom véleményét tükrözte ez a gyűjtés, mert többszöröse gyűlt össze a rendőr családjának megsegítésére. Ezt a gyűjtést leállították, nem engedélyezték. Tehát ismét csak akkor még egyszer gondolkodjunk el, tehát Franciaországban gyűjtést, adományozást szerveztek az emberek a rendőr családjának megsegítésére, és ezt a számlát befagyasztották, és a gyűjtést nem engedélyezték. Én úgy gondolom, hogy egy demokráciában én annak adok pénzt, akinek szeretné. Ez náluk nincs már. Tehát, hogy ez is megszűnt. Ez egy nagyon, szerintem nem jó lépés volt, borzasztó nagy felháborodást keltett az emberek között, hogy nem segíthetnek, hogy azt sem engedik nekik, hogy a sajátjuknak segítsenek. Úgyhogy ez egy olaj volt a tűzre. Azt mondják a franciák, hogy Macron azért nem bánik keményebben a bevándorlókkal, mert a szavazóbázisát adják. És ezért nem nyúl hozzájuk erősebben. De azért Macron az utóbbi években, hogy mondjam, a bevándorlással kapcsolatban már finomította azt a fajta politikát, amit a beiktatásakor, vagy előtte lévő időkben hangoztatott. Tehát úgymond bevándorlás pártiból egy picit ilyen bevándorló szkepticista lett, tehát és még így is rászavaznak? Hát végül is mit látunk? Betörhetnek kirakatokat, kirabolhatnak üzleteket, fölgyújthatják a nagyvárosokat, és az állam fizet. Egyelőre úgy néz ki, hogy 1 milliárd euró az eddigi kár, ennél nyilván több is, ezek az első számítások, és már elfogadták azt a törvényt, hogy ezeket az állam kifizeti ezeket a károkat. Én nem tudok, nem hallottam olyan hírt, és nem tudok olyanról, hogy egyetlen egy törőzúzó fiatalt, vagy bárkit elkaptak volna, és azt mondták volna, hogy na jó, van, akkor ez az autó 10 millió forint volt, vagy 30, és akkor tessék, ezt kifizeted mondjuk 50 éves kor. Nem? Az állam fizet. Miért szavaznának rá? Volt egy olyan vélemény Magyarországon, érdekes volt, hogy ez egy szegénységlázadás, sőt, olvastam ilyet amerikai lapokban is, hogy vannak olyan körzetek, ezek egy ilyen 34-40 évre vezethetőek vissza, ahol ugye azok, ahol amely körzetekben, kiemelt körzeteknek hívják őket, de hát nem kiemeltek, mert ugye a munkanélküliség átlagban két és félszer annyi, mint az ország többi részén, és az átlag jövedelem olyan 1000-1100 euró környékén van, mi az ország többi részén 1300, nem teljesen pontos adatokat mondok, 1300 valamennyi euró az átlag bevétele egy embernek. Most azt vesszük, hogy én beszéltem olyannal, aki, és ezt el lehet mondani, akinek több gyereke van, és nem dolgozott egész életében, hanem gyerekeket nevelt otthon, 300 eurós nyugdíja van, dolgozik most is, mert 300 eurós nyugdíja van. Tehát azért vannak franciák, akik sokkal rosszabbul élnek, mint azok, akik bevándorlóként vagy bevándorlók utódjaiként éldegélnek, és azt is tudjuk, hogy ahogy belépnek az országba, 600 euró akkor is jár nekik, hogyha nem dolgoznak. Mi azért örülnénk, még viszonylagosan, hogyha azért Franciaországban talán drágább az élet, de örülnénk ilyen bevételeknek, úgyhogy nem kell dolgozni. Ott még, tehát azt mondom, hogy igen, szerintem még mindig, ahogy látni, még mindig megvan a szavazótábora egyébként. Mert hát miért ne? Macron azok a következő napokban, amikor kitört ez a tüntetés sorozat, úgy fogalmazott, és akkor már megtámadták a polgármestert, hivatalt, hogy nem szabad elhamarkodott következtetéseket levonni, meg kell vizsgálni a dolgok összetételét, és mielőtt bármilyen intézkedést végrehajtanánk, egyáltalán definiálni kellene, hogy mi történik. Micsoda? Ezt mondta akkor már negyedik napja égtek a városok. Tehát
Én nem gondolom, hogy Macron elnök, aki egyébként elég határozott tud lenni más kérdésekben, hirtelen ezeken a napokon elvesztette volna a határozatlanságot. Nem, nem akart semmit csinálni. Tehát nem akart drasztikus lépéseket csinálni. Ennyi. Ugye azt lehetett még olvasni, hogy ezek a tüntetések általában a közösségi médiában szerveződtek, és pont ma néztem, hogy Macron most határozottságát mutatva lekapcsolná a közösségi médiát addig, amíg nem jut nyugvó pontra a helyzet Franciaországban. De itt a közösségi médiá miatt merült fel bennem az, meg ugye sokan hoznak párhuzamot itt az Amerikában lévő BLM mozgalommal kapcsolatban, ami egy nagyon, tehát kísértetiesen hasonló eset miatt robbant ki, és ott is a közösségi médiának nagyon nagy szerepe volt, és nem tudom, hogy akár ti foglalkoztatok-e ezzel, vagy most lehet-e ezt majd tudni, hogy akik ezeket szervezik, mert hogy a közösségi médiában is, hát valaki áll mögötte egy ilyen csoport mögött, valaki ezt elindítja, elkezdi szervezni. Igen, és nem, nem találják. Ki. Nagyon érdekes, nem? Tehát, hogy ma abban a digitális világban, amikor mindenkiről tudják, hogy milyen parfümöt szeret, milyen fogkrémet használ, és mikor kell, akkor hirtelen ezeknek a Facebook vagy Twitter csoportoknak, vagy bármely más közösségi médiában szerveződő csoportoknak nem találják meg a szervezőit, résztvevőit, stb. Ugye ezen most csak, tehát mosolyogjunk egyet, és azt nem mondjuk, hogy nem akarják megtalálni, nincsenek felelősök, tehát ott van a rengeteg videó, nem mindenki van állatban, ott van a utcai kamerák, stb., és nem láttam olyat, hogy jó, nem, igen, letartóztatások vannak, de nagyon várom azt az, amikor anyagi felelősségre vonások is megtörténnek. Mert ugye a letartóztatottakat el kell engedni egy idő után, tehát azt nem tudjuk, hogy vádemelés történik-e, majd ezt meglátjuk, mert azért olyan számú ember tartóztattak le, akiknek egyébként a többsége kiskorú, azt tegyük hozzá. Igen, tehát velük a másik... szemben nem is lehet úgy eljárni, mint egy felnőtt. Igen, ez volt a másik, esetében. Amit kérdezett tőlem egy francia családapa, hogy 13-14 éves gyerekek törnek, zúznak, és gyújtanak fel autókat, és törnek be boltokba. Mit keresnek éjszaka az utcán? És ez tényleg így van. Mit keresnek éjszaka az utcán ezek a gyerekek? Hol vannak az ülők? Megértem, a Nahelnek a nagymamája az, aki ugye járja a városokat, és próbál nyugalom, próbált az elmúlt napokban nyugalomra inteni. Erről nagyon szép híradások voltak. Arról viszont csak éppen az említett közösségi médiában jelentek meg képek, hogy az édesanyja viszont mint a focimet, futballmeccsen, örömében, autók tetején őrjönk, de tényleg ilyen képek vannak kint, és ugye ahol körülötte égetik a francia zászlókat. Én is anya vagyok. Biztos mindenki máshogy gyászol, de ez a gyásznak egy elég furcsa megjelenítés. Vagy hát vagy realizációja, hogy ez történik. És ő arra buzdít, hogy minél nagyobb baj legyen. Tehát, hogy minél többen menjenek az utcára, minél nagyobb rombolást végeztenek. Ugye említetted azt, hogy vannak olyan franciák, akik úgy vélekednek, hogy jó, hát volt már ilyen. Nyilván itt volt a nyugdíjreform elleni tüntetés előtt, a sárga mellényes tüntetések, amik szintén nagyok voltak, de azért nem volt ott jellemző, hogy francia zászlót égessenek. Tehát nem érzik a különbséget, hogy itt nem egy intézkedés ellen van tüntetés, nem egy nyugdíjreform változtatás ellen, ami mégiscsak egy ilyen absztrakt dolog, hanem itt a francia állammal kapcsolatban van problémájuk a tüntetőknek. Nézzük meg azért a sárga mellényes tüntetést, nézzük meg a nyugdíjreform elleni tüntetéseket, tehát ott franciák tüntettek. De ők nem erre gondolnak, hanem az elmúlt években voltak már ilyenek, ugye ugyanilyen utcai tüntetések, ahol a bevándorlók voltak a többségben. Ők erre gondolnak, hogy majd ez is elmúlik. Tehát ők abban reménykednek, hogy majd ezt is túléljük. Itt vannak, randalíroznak, bármit megengedhetnek maguknak, nem beszélhetünk hangosan, nem mondhatjuk el a véleményünket, és a vélemény elmondásáról, majd egyébként most nagyon pontos jutott eszembe, hogy mondom, a republikánusok most már elkezdtek megszólalni, és azt merték mondani, hogy a vandálók, a randalírozóknak a 90% a bevándorló vagy bevándorló leszármazottja. Szétszedi őket a francia média, hogy ezt kimerték mondani. Tehát azt, amit én most itt mondok, azt ott nem lehetne elmondani, nem lehet elmondani. És amikor egymás közt beszélünk, akkor is mindenki lehalkítja, még otthon is a hangját. Na ez a baj. Ez a baj. Hogy ők ezt már nem mondhatják ki, hogy hát a nagy része az nem francia, nem fehér.
mert akkor rasszista vagy. Ahogy most a republikánusokat rasszistának nevezik ezért az egyetlen tény megállapítását, de valójában ez egy tény megállapítás, mindenki látja a képeket. Tehát bár ott tartanak, hogy nem mondhatják ezt ki. Az a szerencse, hogy nem azt látjuk rajtuk, hogy el is hiszik azt, amit a média mond nekik, mert, hanem még van egy tartás, csak már az az első lépés, amikor már nem mondhatod ki azt, ami igaz, ami nyilvánvaló. És azt sem arról, meg aztán végképp nem akarnak, vagy nem mernek, vagy csak nagyon négy szem közt csúsztogva beszélnek, hogy ezek az emberek több generáció után sem akarnak franciák lenni. Talán emlékszünk rá, tavaly előtt a francia oktatási miniszter elment egy iskolába, ahol sokkal az ország több részéről gyűltek össze fiatalok, bevándorló családok gyermekei, és mondták el, hogy őket mennyire kirekesztik. És a francia oktatási miniszter sietve kellett, hogy távozzon erről a gyűlésről, mert megpróbálta avval legalább összefogásra bíztatni a gyerekeket, meg a fiatalokat, hogy elénekli a Marseillaise-t. És maga a szervező szólt közben a himnusz közben, hogy hagyja abba, mert nem voltak hajlandók a francia nemzeti himnuszt énekelni. Tehát ez nem most kezdődött. Pánikszerűen kellett távozni, hát majdnem megették. Úgyhogy az egy botrányba fulladt gyűlés volt. Ők úgy érzik, hogy kirekesztettek, ők nem akarnak integrálódni. Ez az, amiről egyébként Szijjártó Péter most beszélt, hogy most ennek az álomnak most van vége, hogy a bevándorló családok, vagy a bevándorlók nagy része, vagy az egésze az integrálható, vagy integrálódni akar. Nem akar. 3-4 generációsval ezelőtt bejött fiatalok örjöngenek most az utcán, és mondják, és égetik a francia zászlót. Hát akkor miért? Ők nem akarnak franciák lenni. És ezt látni kell. Legyen ez most a végszó. Nagyon szépen köszönöm, Virág Halmi Sarolta, a Hír TV Háború Ukrajnában című műsorának vezető szerkesztője volt a vendégünk. Köszönöm szépen.